tábla hívja fel a figyelmet a Beregsurányi határátkelőnél, Ukrajnából tilos bármilyen állati eredetű terméket behozni. A szabály nem új, az ukrán-magyar határátkelő helyeken évek óta érvényben van már a tiltás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal emberei most azonban még szigorúbban vizsgálják át a podgyászokat. Ukrajnában már idén is többször mutatták ki az afrikai sertéspestist elhullott állatokban. A fokozott ellenőrzéssel megakadályozhatják, hogy a vírust húsokkal áthurcolják Magyarországra. Minden egyes csomagot felnyitnak a pénzügyőrök és átvizsgálnak, hogy állati eredetű termékeket vizsgálunk, ezeket nem engedjük be Magyarországra. Hogyha ilyen termékeket találunk, akkor ezeket vissza kell fordítanunk. Hogyha az utasok nem tudják ezeket visszaszállítani, akkor el kell, hogy kobozzák a pénzügyőrök. Ez azt jelenti, hogy a veszélyes hulladékok tárolására alkalmas konténerbe gyűjtjük ezeket, amelyet az állategészségügyi szolgálat fog kiüríteni, illetve azokat a termékeket majd a későbbiekben megsemmisíteni. Egyébként az elmúlt hetekben már többször is ürítették, tehát folyamatos telnek meg ezek a konténerek, hiszen minden egyes csomagot megvizsgálunk, illetve a belépő forgalomnál nagyon fontos még, hogy mind a tehergépjárműveket, mind a személygépjárműveket és egyéb járműveket is fertőtlenítünk. Barabáson ezen a portán még tartanak otthon sertést. A határmenti településen már csak néhány család foglalkozik sertéstenyésztéssel. Ők félnek attól, hogy a vírus átterjed Magyarországra, ezért megtették a megfelelő óvintézkedéseket is. Igazán a hírekből találkoztunk mi is ezzel, tehát halljuk a környékről a híreket, tehát hallottuk arról, hogy túloldan ilyen probléma van. Amit tudok elmondani, hogy gyakorlatilag a hatóság fölkereste a sertéstenyésztőket, akik nem sokan vannak, pár minimális sertéstenyésztő van a faluba. Elmondták ennek a pestisnek a veszélyét, illetve a tüneteit. Az afrikai sertéspest is az Európai Unióban 2014-ben jelent meg először. A betegség gyorsan terjed a Baltikumban, Lengyelországban és Ukrajnában nyugati irányba. Ez utóbbi országban legutóbb augusztus 28-án egy tiszaújlaki sertéstelepen hullott el 10 állat afrikai sertéspest is megbetegedésben. De már Romániában, a magyar-román határ közelében levő Szatmárnémeti város szélén egy háztáji gazdaságban is kimutatták a vírust. Magyarországon, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szigorú óvintézkedésekkel, folyamatos ellenőrzésekkel és tájékoztatókkal segítik a hatékony védekezést. Emellett állandó vizsgálatokat végeznek a szakemberek, közel 700 vaddisznóból és több száz sertésből vett mintát ellenőriztek már. Rengeteg vizsgálatot végeztünk ebben az évben is, mint a korábbi években is, de mind házi sertésekben, mind vaddisznókban valamennyi vizsgálat kedvező eredménnyel zárult. Az afrikai sertéspest is sem emberre, sem más állatra nem veszélyes. Kizárólag a házi sertések és a vaddisznók fogékonyak rá. A vírus a környezetbe kerülve viszonylag ellenálló, több hétig is fertőzőképes maradhat, és könnyen terjed tovább. A fertőzött állatokból készített élelmiszerekben több hétig, a fagyasztott húsokban több évig fertőzőképes marad. Az afrikai sertéspest is súlyos, káros hatással lehet a gazdaságra. Egyrészt a fertőzött állományokat és a velük kapcsolatba került állományok valamennyi sertését le kell ölni, másrészt pedig kereskedelmi korlátozásokat is bevezetnek az adott országgal szemben.